Simon Gábor újabb titkos bankszámláiról írt a Magyar Nemzet. A lap szerint nem csak Magyarországon, hanem Ausztriában és Svájcban is vezetett számlát a volt szocialista politikus. Az MSZP-s Szanyi Tibor felszólította Polt Péter legfőbb ügyészt, vizsgálja ki, hogyan kerülhettek nyomozati anyagok a sajtóhoz. Közben az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága lezárta a Simon ügyet, de a dokumentum titkos, és azt csak az Országgyűlés elnöke oldhatja fel, akár még április 6-a előtt. Utoljára érkezik a választások előtti utolsó ülésre a Mentelmi Bizottság KDNP-s elnöke. A testület mint már hetek óta a Simon üggyel foglalkozott. Az már korábban eldőlt, a testület egyetért azzal a javaslattal, hogy az időközben előzetesbe került volt MSZP-s politikusnak vissza kell fizetnie korábbi képviselői juttatásait mintegy 36 millió forintot. A zárójelentésről a mostani parlament már biztosan nem szavaz. A titkosítást azonban Kövér László a héten feloldhatja, vagyis még április 6-a előtt. Ezt már szerintem csak az új országgyűlés teheti meg. De a nyilvánosságra hozatal még megtörténhet a kampányban. Az megtörténhet. Az LMP frakció vezetője nemmel szavazott a jelentésre. Azt mondja azért, mert az szerepel a jelentésben, hogy a Simon számláin szereplő milliók az MSZP pénze lehet. Bármennyire kampány van, a kampány sem ragadtathat senkit, semmelyik ellenfelet, illetve főleg az Országgyűlés Bizottságát arra, hogy burkoltan bűncselekménnyel vádoljon meg, vagy bűncselekmény gyanúját nyomja rá másra, jelen esetben a Magyar Szocialista Párt törvényes képviselőjére. A szocialista bűnregény 55. napján járunk. A Fidesz szóvivője ismét felszólította az MSZP-t és annak elnökét, hogy tisztázza a milliók eredetét. Selmeci Gabriella azt mondta, a Magyar Nemzetben olvasta, hogy 5 titkos számlája is volt Simon Gábornak, Ausztriában és Svájcban. Ahogy telik az idő, annál több a bűncselekmény, annál több a kérdés, ami válaszra vár. Egymás után nőnek ki a földből a titkos szocialista bankszámlák. És az újabb számlákon újabb 100 milliókra bukkannak a nyomozóhatóságok. Szanyi Tibor felszólította a legfőbb ügyészt, vizsgálja ki, hogy kerülhettek nyomozati anyagok a sajtóhoz. Az MSZP EP lista vezetője szerint azok a banktitkokat is tartalmazó információk, amelyek megjelentek, csak is a Polt Péter vezette ügyészségen lelhetők fel, így onnan szivároghattak ki. Akár mondjon le. Ha nem képes ellátni a feladatát, ha nem képes az ügyészségi munkatársakat normális, a törvényeknek megfelelő munkára bírni, akkor haladéktalanul távozzon hivatalából. A politikus szerint, ha nem történt szivárogtatás, akkor elvárják a legfőbb ügyésztől, hogy cáfolja meg az ellenőrizetlen értesüléseket Simon Gáborról.